Az első interjúnk távinterjú volt, úgyhogy te Hawaiion voltál, én pedig Budapesten. Az volt ennek a címe, hogy Tűzhányók tövében. Ott a Tűzhányók tövében például a költészetedre mennyire volt hatással ez a fajta óceáni klíma? Hát meghatotta az embert, hogy erről még nem írtak magyarul, de nem tudok. Magyar regény van Hawaiiról, a Zilai Lajosnak a Lélek kialszik című, igen, megható könyve, de más irodalom nem nagyon van. Úgyhogy gondoltam, hogy... kellene írni egy szonettet, hogy milyen itt a karácsony például. Karácsonyfák Hawaiiban. A Madsen Társaság nagy teherhajóit kora novembertől északi fenyőfák drótozott hullái ezrivel duvasztják. Vegyél, siess, Skype-ot haza, milyen jó itt. Áraik változók. $10 törpe, majd megy a szemétbe, mert sok ága törve. $150 házmagas faóriás. Pénzed van, elég lesz? Vidd, szerencsés flótás. Van több otthontalan magyar, sátruk sincsen. Menhelyen szorognak takarótlan pricsen, de mert 30 fok van, egyikük sem fázik. Nem érdekli őket a kommersz karácsony, kihaló lélekkel forognak az ágyon, kopott rongyaik közt ellátnak hazáig. Mondjuk nem az optimizmus csimboraszója ez a vers, de a karácsony az nosztalgikus és szomorú is lehet, és hogyha valaki otthon talál Hawaiiban, akkor az valóban nem egy vidám élet. Aztán van egy viccelődőbb hang, amikor például megírtam egyszer, ugye csak egy 14 soros szonetben, hogy milyen a hajvágás Hawaiiba. Esetleg ezt elmondom. A borbénőm kövérkés 50-es matrónává hízott japán baba. Untatja is a hajvágás maga, de régi kuncsaftot az ötletes derék öreglány, még a tókiói nyakszírt fogások hűs, orientális bizalmasságával vidít fel, és már is kincses kelet kacér illúziói büzsergetik a hátgerincemet. Szégyen csiklandoz, hát ezt is lehet. Az öntudat dereng, eloszlik már a legkisebb ellenállás, átadom magam, mint gyermek, és bűvös vágyba fon a szemgödör masszázs erotikája. Szóval ez is egy Hawaii jelenet, vagy a Hawaii jelenet az is, hogy a nép közt nincs sok kahuna. Vitás, hogy van-e valami, egyáltalán valami varázsló. Piac fölött 300 léha zászló nevét locsogja aktualitás. Bankárnak ment a szorgos kínai, villancserelnek hódserény japánok, hip-hopot ropnak ős Hawaii párok, pálmák felett a szelek kínai némán suhognak, óriás polinész teltségében a hold, az ősi szputnyék, hálószobák titkába belenéz, s felhők írják a lét az órarajzát, míg barna lányok, éberek és szundik a fáradt hím ölét izzóra ajzzák. Nagyon jó. Nem csak az angol nyelvben, hanem a magyar nyelvben is vannak idiómák. Ha például azt mondják, hogy neki már Hawaii, akkor az a földi paradicsommal egyenrangú a szóhasználatban. Amikor te Hawaiira kerültél, volt-e olyan érzésed, hogy az édenkertbe kerülsz? Igen, bizonyos értelemben balatoni gyerek voltam, úgyhogy imádtam úszni. És mindig a Balatonon mondtuk, hogy milyen kár, hogy sokáig kell gyalogolni, mert sekély a víz Boglár környékén. És Hawaiiba az ember bement a tengerbe, az rögtön 2 méter volt. Szóval ott, és nagyon élveztem a búvárkodást, ilyen békalábakkal és ilyen lélegzőcsővel, és a gyümölcs csodálatos volt, a tengeri halak, ételek, stb. Nagyon jó próbák voltak. Chicagóban és a keleti parton is tanítottál. Mennyiben más ez a csendes óceáni világ a klasszikus amerikai nagyvárosokhoz képest? Sokkal lazább. Az emberek lazán öltöznek. Nagyon ritkán látni egy nyakkendőt egy emberen. Papucsba járnak, volt egy bizonyos standard az Iolani schoolban, nem lehetett például mezitláb bemenni, azt tiltották, de ugyanakkor, hogy Krisztus saruba vagy tornacipőben, az mindegy. Más volt Hawaiion tanítani, mint a kontinentális Amerikában? Igen, mert a Hawaii Egyetemen
elsősorban a helyiek jelentkeznek, vagy a katonaság tagjai, akik jönnek a világ minden részéről. Ez a szemben Amerikában önmagában van 50 állam, annak minden államnak megvan a maga állami egyeteme. Akkor vannak a magánegyetemek, akkor vannak az egyházi egyetemek, és hogyha nincs Amerikában 5000 egyetem, akkor egy sincs. Elképesztő mennyiségű mi összetorlódott ott. A Hawaii Egyetem az egy államnak az egy egyeteme, ahova olyan jut be, akinek nem sikerül bejutni a szárazföldön egy nagyobb egyetemre, és kicsit lenézik a saját egyetemüket, pedig egy nagyon jó hely. Ragyogó tanszékeik vannak, mint például az antropológia tanszék. Az az egy elsőrangú dolog ott, mert az a helyi gyökerekből táplálkozik. Akkor a tánc rendkívül fontos Hawaiiban, a hula tánc. A hula tánc az egy látogató, ipari, szórakoztató látvány. Ez a szemben az eredete vallási eredetű. Aki hulát táncol, az a szellemi világgal kommunikál. És történetei vannak minden dalnak. Mint a magyarban tudnék egy példát mondani rá, hogy ha te valakinek azt mondod, hogy nagypénteken mossa hóló a fiát, az mit jelent? És órákig kell kutatni, amikor az ember rájön, hogy gyerek van folytatása. Ez a világ kígyót, békát, rám kiált, és aztán onnan majd megy tovább, még tovább a dolog. Például odáig, hogy amikor Jézus Krisztust egyszer elfogják, akkor nem tud megszabadulni, és akkor a holló azt mondja, hogy kár, kár. És akkor Jézus megátkozza a hollót, hogy te fekete leszel mostantól kezdve. Amikor a holló megszületik, akkor ugyanakkor fehér tud lenni. És ugye a holló azóta is igyekszik, hogy fehérre mossa a fiát, és ez nagypénteken csinálja, ami Krisztus halálának az emlékére történik. De hány ember tudja ezt neked megmondani? Én most már egy hónapja foglalkozom azzal, hogy megpróbálom megnézni, hogy honnan jön ez, hogy most fehér nagypénteken mossa a holló a fiát. Hát szóval az amerikai nyelv tele van ilyen angol, ilyen angol kifejezésekkel, tudni kell a történetét. 80 éves korodban úgy döntöttél, hogy visszatelepülsz Európába, Magyarországra. Tervezed-e még, hogy visszatérsz Hawaii-ra, illetve szoktál-e álmodni vele? Egyelőre nem nagyon készülök visszamenni Amerikába. Viszont a két lányom, aki Chicago környékén él, nagyon szeretne meglátogatni. 6 amerikai unokám van, a nagyobbik lányomnak van 4 fia, a kisebbiknek van 2, és ők nagyon szeretnének idejönni. Ebben a szűk egy évben, 11 hónapban többek között a Nagy Kossuth díjat is megkaptad. Milyen érzés ez, amikor Magyarország megtisztel a lehető legnagyobb művészeti kitüntetésével? Hát roppant hálás vagyok, roppant megijedtem eleinte, hogy ez tréfa, hogy ez nem lehet igaz. Ugyanis a sima Kossuth díjat megkaptam 5 évvel ezelőtt. És akkor nyilván annak a Kossuth díjasnak kell lenni, hogy az ember a nagy díjra beneveztessék. És hát nem tudom, kinek köszönhetem, én nem applikáltam, én nem fényesítgettem a cipőjét senkinek, hogy essen meg a szíve rajtam. Úgyhogy a Jóisten ejtette az ölembe ezt a dolgot, nagyon-nagyon hálás vagyok, és nagyon köszönöm, igyekszem megszolgálni a módon, magam módján, amit csak tudok a jövőben. A szép elismerés az, ami után nem lohol az ember. Van egy csomó ember, aki élete céljának tekinti, hogy ő valamilyen díjba részesüljön. Sosem járt a református gimnázium dísztermében, ahol volt egy gyönyörű freskó, és a pálapostolnak a rómaiak az írott levelében így szól az idézet, nem az, aki akarja, nem az, aki fut, hanem a könyörülő Istené. És azt tudom mondani a díjakra is, hogy aki pályázik és kérvényezi és promolgálja magát, az nem tesz feltétlenül jót az ügynek. Ez valahogy a Jóistenre kell bízni, hogy vagy leszakad neked egy darab, vagy nem.